Good evening, everyone. I would like to welcome all of you, the audience. Jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlök mindenkit. A résztvevőket és Clémentine Delist, aki Berlinből csatlakozik hozzánk. Mi pedig itt hárman egy off-biennális helyszínen, méghozzá a központban ülünk, Miklós Völgyi Zsolttal és Wilhelm Gáborral. Én Szabó Bálint vagyok, és kurátor, társkurátora vagyok ennek a Down to Earth eseménysorozatnak, amelynek a negyedik eseményén vagyunk most. Szeretnék köszönetet mondani a Budapesti Francia Intézet támogatásáért. Köszönöm Florannak, köszönöm Kingának, és nagyon köszönöm az Off Biennálénak, hogy itt lehetünk és részt vehetünk ezen a nagy presztízsű programon. 2019-ben indultunk Zsolttal, ezt a sorozatot együtt indítottuk, és Gadó, Flóra és Heszki András kérték tőlünk egy Nagy Bolygó című kiállítás során, hogy működjünk együtt. Ennek a kiállításnak a része volt az egyik mi előadás, az egyik előadásunk is a Francia Intézetben. Azóta már háromszor dolgoztunk együtt, ez mindig nagy siker volt. Most pedig a koronavírus járvány miatt itt teljesen online vagyunk jelen. Hát is adnám a szót barátomnak, kurátortársamnak, Miklós Völgyi Zsoltnak, aki fel fogja vezetni ezt az előadást. Nagyon köszönöm, Bálint, nagyon köszönöm. Még mielőtt elkezdenénk, szeretnék beszámolni arról, hogy milyen intenzív hétvégén is vagyunk túl. Ugye ez az Off Biennális esemény, ez különböző eseményekkel együtt kerül megrendezésre, együtt dolgozunk bécsi kollégákkal, Hütler Dániellel is. A Xenotópia magazin indító esemény volt az egyik ilyen eseményünk pénteken együtt, a bukaresti szerkesztőkkel, és itt Budapesten az a nagy öröm ért minket, hogy együtt dolgozhattunk és a Pogácsárral és Max Valencsics-sel. Majd szombaton folytattuk a programsorozatot, és egy nagyon intenzív workshopon vehettünk részt. Rapture 2 volt ennek a neve. Ez egy rendkívül régóta, sok ideje szervezett esemény, és ezen a konferencián három fő dolgot próbáltunk megbeszélni a nagy presztízsű résztvevőinkkel együtt. Az első előadásban Clémentine is velünk volt, tehát a mostani meghívottunk, ott volt velünk szombaton is, és ezen a szombati workshopon is jelen volt, illetve itt van velünk ezen a mai beszélgetésen is. Az egyik előadásában már nagyon részletes betekintést engedett a munkásságába, abba, hogy ő kurátorként mivel is foglalkozik, milyen területek iránt érdeklődik. Clémentine Delist, a kurátor, a antropológus, a kortárs művészetek nagy ismerője, és Berlinben tevékenykedik 2010 és 2015 között, a Frankfurt am Main-i Művészeti Múzeumot igazgatta, és van egy könyve, amelyet mi felhasználunk ebben
a mai eseményben is, ez a Metabolikus Múzeum című műve. Wilhelm Gábor is itt van velünk. Azt gondoljuk, hogy nagyon érdekes beszélgetés és esemény lehet ez Wilhelm Gábor és Clémentine Delisse beszélgetése a kurátori munkásságról. Azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen beszélgetés Clémentine munkásságáról, Wilhelm Gáborral együtt. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés lehet. Wilhelm Gábor az ELTE-n tanult néprajzot, egyébként nyelvész, művész, és több területen is tevékenykedik. Néprajzkutatóként és finnugarista nyelvészként végzett a Sámánná válás címmel írta az egyetemet lezáró szakdolgozatát. A sámánizmus, a kognitív és városi antropológia, ezek az ő fő területei, és a mindennapi tárgyak az antropológiában. Interkulturális kommunikációval foglalkozik, és Dél-Kelet-Ázsiára, valamint Európára fókuszál a munkássága során. Magyarországon, Finnországban, Kínában, Japánban is végzett már kutatásokat. Átadnám a szót Wilhelm Gábornak, és kérném, hogy kezdje meg az előadását. Nagyon szépen köszönöm a Francia Intézetnek, hogy egy ilyen csodás technológiai setupot hozott létre, ugyanis így most franciául is meg fogjuk tudni hallgatni Wilhelm Gábornak az előadását, utána pedig angolul, magyar és francia tolmácsolással meghallgathatjuk Clémentine Delisse előadását, majd pedig egy általam és Bálint által moderált Gábor és Clémentine közötti beszélgetésen vehetnek majd részt az érdeklődők. Tehát akkor meg is kezdjük a képernyő megosztást, és át is adnám a szót majd lassan Wilhelm Gábornak. Ilyen társaságban tudunk erről beszélgetni. Megpróbálok röviden körbejárni egy témát, ami nagyjából arról fog szólni, hogy a Néprajzi Múzeumnak ez a 150 éves története folyamán hogyan tudott valamit kezdeni ezzel a gyarmatosítással. És igazából, noha nem kellett címet adni, de hát mégiscsak az ember megpróbál metaforák után vadászni, és valahogy ez a kettő jutott így eszembe, amikor átnéztem azt a négy esetet, amiről tulajdonképpen beszélni fogok. Ugye álom és rémálom, és nagyon tudatosan nem álom és valóság, majd meglátjuk, hogy az a fajta gyűjtési zóna, amire kutatási gyűjtési zóna, amire én koncentrálni fogok ebben a négy történetben, az jóval inkább erről a két fogalomról, vagy két jelenségről fog szólni. És noha teljesen tudatosan nem vadásztam koponyákra a történetekben, mégis úgy jött ki, hogy ezek is valahogy össze fogják kötni ezt a négy történetet. A négy esetet látjuk, nagyon tudatosan mindegyik a Néprajzi Múzeum egy-egy kutatója, gyűjtője kapcsán kerül elő, és ez valahogy nem teljesen véletlen, ugye négy nagy korszakot fog megjeleníteni. A 1969 ez még a Néprajzi Múzeum alapítása előtt, tehát tulajdonképpen az előkészítése. 1898 ugye az egyik hőskorszak, amikor egész Európában, vagy a nyugaton feltöltőnek a raktárak műtárgyakkal, vagy már ugye ennek a korszaknak a végén járunk. Ugye 1929 nagyon érdekes korszak, két világháború között itt ilyen egészen különleges dolgok történnek a különböző európai múzeumokban, és ez alól a Magyar vagy Budapesti Múzeum se lesz kivétel, és azért mégiscsak érkezzünk meg valahol a 20. század második felébe, 1960.
Fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy ahogy megpróbálom értelmezni ezeket az eseteket, ez nyilván kiindul a kolonializmusból természetesen, illetve ennek egy másfajta fogalmi felfogás, a kolonialitás, ami igazából arról híres, hogy megpróbál ezt a szerkezetet követni, ami ennek a kolonializmus révén létrejött. Tehát tulajdonképpen itt van egyfajta másik nézőpont, és én ezt nagyon tudatosan a kisajátításként fogom kezelni. Tehát olyan példákat, vagy olyan nézőpontokat próbálok behozni, ami egy picit túl fog lépni ezen a kolonializmuson, de megpróbálom azokat a szerkezeti vagy egyéb dolgokat megtalálni más területeken is. És valami olyasmit gondoltam, hogy ha a kolonializmus ezeknek a gyűjteményeknek a kiinduló pontja, akkor a repatriáció ez a mai válasz erre. De erről majd később is. És ugye ennek a kisajátításnak a területei valami ilyesmi fog ebben a négy történetben előkerülni, ez az etika, a hatalom, a kutatás és a gyűjtés. És még mindig a metaforák vadászata során úgy gondoltam, hogy eszembe jutott egy történet, amikor valaki megkérdezte, aki éppen úgy viszonylag kezdett jól játszani a hangszerén egy tapasztaltabb kollégáját, zenészt, hogy kezd egy kicsit unalmassá válni az, amit csinál. Tehát mindig ugyanaz, ugye stressz játszik, és mindig előjön, mindig ugyanazok az akkordok, ugyanazok a riffek, ugyanazok a fűzések jönnek, és akkor azt mondta, hogy persze, ugye ezek a jó hangok, akkor játsz most rossz hangokat. És ugye úgy gondoltam, hogy ezeket próbálom, tehát egyszerre megnézni a jó és a rossz hangokat, a harmóniát és a diszharmóniát, ugyanis szerintem ezek a rossz hangok azok, amik jobban ráirántják tudatosabban a figyelmünket arra, hogy mi is történik a színpad mögött. Nézzük még mindig ugye a megközelítés. Nagyon sokat szoktak gondolkozni, nagyon sokat foglalkoznak a gyűjtéssel, a tereppel, hogyan kerülnek a tárgyak a nyugathoz, egyszerűsítsük ezt le, és mi történik ott, tehát milyen hatalmi viszonyok vannak, kik találkoznak, a nyugat találkozik egy más kultúrával, vagy sem. Megpróbálom ezt egy picit pontosítani olyan értelemben, hogy zónákat definiálok, hogy ezekkel foglalkozik, a gyűjtési zóna, vagy a kutatási zóna, a kettő majdnem ugyanaz, vagy egy picit átfolyik, de persze nem. És ugye a kontaktzóna, ami egy viszonylag új fogalom arra, hogy egy fajta koloniális viszonyban hogyan tud a másik, a nem nyugati, a nem európai hangot kapni. És arra fogok, vagy amellett fogok érvelni, hogy annak ellenére, hogy ez a Pratt-féle fogalom valamikor ugye a 20. század második felében fogalmazódott meg, ez maga a jelenség, ez jóval hamarabb megjelenik, és tulajdonképpen ez lesz az, ahogy egyrészt a kelet és a másik meg fog jelenni a nyugati Európa 19. században, és ez lesz az a zóna, ami meghatározza majd, hogy Magyarország a maga önidentitásával és a helyzetével Európán belül milyen helyet fog foglalni. Tehát egy nagyon érdekes csere fog megtörténni, ahol először a keletet, a másikat ők egy ilyen perifériás viszonyba találják, ugye próbálják megjeleníteni, majd egy nagyon hirtelen, egy európai folyamat hatására, ahogyan Magyarország megjelenik ezekben az európai bemutatásokban vagy a reprezentációkban, hirtelen ott találja magát Magyarország a periférián. És ez a perifériális szerep lesz az, ami aztán hosszú időre meg fogja határozni a Néprajzi Múzeumnak a gyűjtési, a feldolgozási, értelmezési, a kommunikációs stratégiát. Nagyon fontos ebben, hogy ezekben a zónákban, vagy egyáltalán ugye a tudományunkban, mondjuk az antropológiában, ugye ez az összehasonlítás, ez egy alap dolog. A kezdetektől fogva a másik. Csak hogy itt megint érdemes egy picit pontosabb lenni, ez a másik, vagy az összehasonlítás maga, az két síkon tud mozogni, lehet egy frontális, vagy lehet egy horizontális változata, és ugye a frontális az, amikor mi magunk vagyunk a kiinduló pontunk, és a másik az, aki ehhez képes megjelenik. Tulajdonképpen magunkat értelmezünk ugye a másik révén, de nagyon lényeges ugye a különbség. Ugye a horizontális pedig az, ahol szinte egyenrangú, hogy mondjam, szereplők vesznek részt, és valamit ebből próbálunk létrehozni. Nos, ez a fajta
átcsúszás a horizontálisba, a frontálisból, ez megint az lesz, ami tulajdonképpen szerintem a magyar pozíciót ez nagyon erősen meg fogja határozni, és ugye ez volt az, ami az úgynevezett, hát a másik, az egzotikust is belehelyezte ebbe az egész diskurzusba. Most ugye a kisajátításnak itt a különböző változatai, amit ugye nyilván a klasszikus kolonializmus vagy a föld, a kiinduló pont, meg akarjuk szerezni, ugye ott van alul ez a fogalom terra nullius, szerintem az egészre nagyon jó alkalmazható, ez is egy jó metafora, néha meg egy kemény tény, a föld üres, tehát olcsó üres megszerezzük, akik éppen ott vannak, azok teljesen véletlenül vannak, és azoktól próbálunk megszabadulni, ugye ez a klasszikus gyarmatosítás, és ugyanez vonatkozik a természeti forrásokra, amiben akár az ember is ugye beletartozhat ebben a felfogásban. Amiben szeretnék majd egy picit tovább menni, ugye ez a kategorizálás és az értelmezés, tehát ennek a kisajátítása, ennek a területnek a terra nulliusként való kezelése. És ugye rögtön lehet bizonyos joggal mondani, vagy amellett érvelni, hogy hát de egészen Magyarországnak mi köze ez a gyarmatosításhoz, ez egy nagyon gyakran visszatérő érv, hogy nekünk nem voltak gyarmataink. Az egész történetet alapvetően ez nem fogja érinteni, hiszen egy teljesen ilyen gyarmati kontextusban, földrészen, körülmények között jöttek létre ugye azok a dolgok, amiket majd megvizsgálunk, a gyűjtemények, azok az értelmezések, ahogy kezeltük a világot, de hogyha már mégiscsak ezt felvetjük, azért nézzük meg ezt a pár adatot, ami ugye a monarchiára vonatkozik, aminek ugye Magyarország ugye a tagja volt, és már 1719-től intézmények jönnek létre, amiknek a célja a gyarmatosítás. Ez egészen konkrét az Osztrák-Magyar Gyarmatosító Társaságban, meg is jelenik 1894-ben, ugye ez Triestben székelt, konkrét tervek fogalmazottak meg a monarchián belül területeknek a gyarmatosítására. Egyébként ezeket néha vissza is utasították, tehát amikor Benyovszky Móric felajánlotta Madagaszkárnak a gyarmatként való meghódítását, akkor a monarchia erre egy elegáns nemet mondott, hát éppen nem voltunk erre, vagy nem voltak erre készek. Ez egy bonyolult, hosszú kérdés, hogy miért a monarchia, miért maradt ebből ki. Rengeteg válasz van ezek közül, most igazán nincs, nem is a lényeg. Ugye a Kína 1900-a Boxer lázadásban valóban a monarchia egy gyarmathoz jut, bevezeti a monarchia beli oktatást, tehát a szerencsére nem német nyelve, mármint hogy az ottaniak számára, és ez nem tart sokáig, megint csak szerencsére. Majd ugye az izgalmasabb kérdés ez az úgynevezett belső, vagy az intragyarmatosítás, vagy intrakolonializmus, ahol ugyanis Boszniát ugye először is okupálja, majd annektálja, és ezen belül az a fajta gyűjtés, vagy az a fajta értelmezés, ahogy a Balkán így megjelenik, ugye az Orient megjelenik a monarchián belül, ez teljesen tükrözi az exotikumnak a gyarmatosítását. Azért is izgalmas ez a dolog, ez megint csak egy ilyen zárójel, mert hogyha egyrészt megnézzük a Art News híreket, ahol ugye a benini bronzokkal való foglalatosság, ugye tehát ez a probléma szinten, napi szinten tematizálódik. Az egyik legutóbbi hír az, hogy ugye Finnország visszaadja a tárgyait a számi vagy lapmúzeumoknak. Tehát, hogyha az Európán belüli gyarmatosítást nézzük, akkor megint csak klasszikus eseteket tudunk felhozni, olyan klasszikusokat, ami ma is probléma, és ugye amikkel ma is foglalkoznak ezek az országok. És most Dánia, Grönland, viszont ne is beszéljünk erről. Tehát, hogy azért ez a fajta európai vagy monarchia beli gyarmatosítás azért sokkal bonyolultabb és izgalmasabb kérdés, mint hogy ezt el lehessen intézni azzal, hogy de nem voltak. Na most menjünk át erre a négy témára, ami egyrészt ugye a Budapesti Néprajzi Múzeumba koncentrálódik. Ez a múzeum 1872-ben alapult meg, nem mint önálló múzeum, hanem a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy részlege, majd önállósodik valamikor a 20. század második felében, és négy olyan munkatárs munkáját vagy tevékenységét választottam ki, ilyen gyakorlatilag egy kis történetmesélése,
amikre úgy gondolom, hogy jellegzetesek. Tehát többet tudunk meg erről az egész korszakról, erről a változat, vagy ezeknek a viszonyulásoknak a változatairól. Mindegyik itt dolgozott a múzeumban, mindegyik valamilyen módon hozzájárult, mindegyik gyűjtött vagy kutatott, ugye ezekre fogok koncentrálni, ezek ugye különböző időszakokban vannak, vonatkoznak. Választottam volna másokat is, de ezt most nézzék el nekem. Már csak azért is, mert hogy rögtön az alapítóval kezdeni, ugye Szántusz Jánoshoz fűződik a múzeum 1872-es alapítása, de ugye ő az, aki részt vesz a osztrák-magyar monarchiának a kelet-ázsi expedíciójában. Ugye ez egy viszonylag új dolog, hogy Magyarország részt akar már venni ezekben a felfedező kapcsolatokat előkészítő, tehát tulajdonképpen azért, hogy valahol a gyarmatosításhoz igen erősen kötődő expedíciókban, amik ugye hadihajók révén valósít meg a monarchia, és közben rengeteget gyűjt, felfedezi a világot, természettudományos anyagot, majd etnográfiai anyagot gyűjt össze, ugye a bécsi gyűjtemények alakulnak meg, majd ezekre múzeumok szerveződnek, és ugye a kiegyezés kapcsán Magyarország vállal, vagy próbál ebben részt venni. Megint csak egy nagyon izgalmas feszültségben, ugyanis a magyar fél próbál elhatárolódni a kereskedelmi ügyektől, amiket ugye az osztrákok nagyon erősen preferálnak, és sokkal inkább megpróbál létrehozni egy gyűjteményt. Ugye ez az, ami hiányzik. Tehát Bécsbe kell menni ahhoz a magyaroknak, hogy a világról valamit tudjanak. Ugye ez az 1860-as évek. És Szántusz Jánost választják ki, vagy kérik fel erre a feladatra, aki akkor már igen tapasztalt, az Egyesült Államokban ő sok évet eltöltött azzal, hogy részben a Smithsonian, részben a Magyar Nemzeti Múzeumot gyarapítsa, elsősorban természettudományi társakkal, tárgyakkal, és ugye ez még az a korszak, amikor Magyarországon nincs semmilyen hivatalos antropológiai, etnológiai vagy etnográfiai képzés, nincs még ilyen gyűjtemény, jó, vannak részgyűjtemények, de teljesen más szempontból jöttek létre, és tulajdonképpen a fizikai antropológia, mint olyan, még egyáltalán meg sem jelenik. A második, ugye Jankó János 1898-as szibériai útja, ő követi egyébként Szántusz Jánost, és ami nagyon izgalmas ebben a másodikban, itt már megtörténik, mert utaltam, ez a szerepcsere, tehát a Magyarország reprezentációja a világkiállításokon, meg ugye egyéb ilyen fontosabb helyeken megfordul, erre majd teszek utalásokat, hogy ez vajon hol lehet ezt így megragadni, és tehát tulajdonképpen önmagát már úgy értelmezi, aki ebben mint egy olyan ország, ami ebben az európai kontextusban keresi a helyét, és ez a hely, amit keres, ez nem az elsők között van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ma úgy érzi, hogy ő kiszorul a perifériára, meg kell tudni határozni a magát, hogy tulajdonképpen hol talál meg, és erre egyrészt a nyelv lesz alkalmas, ugye a magyar, mint egy nem indoeurópai nyelv, ennek megvan a háttere, tehát megpróbálunk a kelet felé orientálódni, egyébként ez megtörténik a finneknél is, megtörténik a törököknél is, ettől teljesen függetlenül megtörtént Skandináviában is, ugye ebben a 12. század második felében, sőt, még a poroszoknál is elő fog ez kerülni, ahol aztán gyorsan ugye lesöprik ezt a fajta értelmezést, és ugye mindegyik egy ilyen valamihez képesti viszonyban jelenik meg, ugye a poroszok a franciákhoz képest, ugye mi az osztrákokhoz képest, a finnek az oroszokhoz, majd a svédekhez képest, és így tovább. Majd ugye Rohem Géza következik, ez már a két világháború közötti időszak, ő az egyetlen magyar antropológus, aki tulajdonképpen egy karriert tudott, tehát nem is olyan hosszú időre, de valamennyire építeni az Egyesült Államokban, és ugye megint itt az álom, mint egy központi kategória elő fog kerülni, egy pszichoanalitikus antropológus volt, és egy hosszú ideig kutatta a közép-ausztrál őslakosokat, elsősorban az arandákat és a környező népeket, és ugye erről szó lesz, a freudi Ödipusz komplexus próbálta valahogy igazolni. Majd Diószegi Vilmos már csak azért is, hogy azért lépjünk, ahogy mondtam, a 20. század második felébe, aki tulajdonképpen ezt az egész vonalat így magáinak, tehát egész a Jankó féle
rokonság és őshaza keresésből indul ki, nagyon jól ismeri az elődöknek a tevékenységét, és próbálja ezt aztán továbbvinni. Tehát nézzük meg a kelet-ázsiai expedíciót. Egyszerre egy természetkutató és felfedező út ez, a Nemzeti Múzeum számára egyfajta gyűjteményképzés. Nagyon fontos, hogy ő már egy ismert evolúció elméletben dolgozik, Xanthus, keresi azokat a területeket, amit még fel lehet fedezni. Például ugye megvan győződve róla, hogy neki mindenképp orangutánokat kell hozni a múzeum, hogy ezek egy ritkaság, és ugye ez az ember, a ember és a emberszabás majmok közötti kapcsolathoz egy nagyon fontos volt. 1872-ben ugye megalakul ennek következtében a Néprajzi Múzeum, tehát a hazahozott gyűjteményéből, amit ebbe a kelet-ázsiai expedíció, majd ebből kiválva két év alatt összegyűjt, majdnem 2000 tárgyal, egy új gyűjtemény jön létre a világról, ugye az egzotikus világról, és erre már érdemes lesz aztán rászervezni egy önálló gyűjteményt. Ez egy hosszú és sok országot érintő út volt, tele ezzel a feszültséggel egyrészt ugye az osztrák-magyar részén, majd amikor kiválik Xanthus és önállóan kezd gyűjteni, tulajdonképpen ugye ez a klasszikus terepmunka, amikor Borneóra ért, tehát több hónapot tölt ott, és tanulván a nyelvet, ugye ott élvén az őslakosokkal próbál gyűjteni. Itt nagyon sok mindent elő lehetne szedni azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan viszonyul ahhoz a gyarmati infrastruktúrához, ami például Borneon lehetővé teszi az ő egyáltalán az ott létét és a gyűjtését. Én inkább egy olyan megpróbálom a rossz hangokat, vagy a nem harmonikus hangot választani inkább. Tehát a japán gyűjtéséből kiemelni egyetlen dolgot, méghozzá a fotógyűjteményét. Ugye nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ezeket a fotókat ő készítette, aztán kiderült, hogy ő egyáltalán nem fotózott, hanem ott vásárolt ezeket a fotókat. Nem olyan régen még ezekről a fotókról még olyan információk is voltak, hogy hát tulajdonképpen az expedíciónak a felkérésére készültek, vagy azokat a tárgyakat mutatják be, amiket gyűjtött. Ugye erről szó sincs. Ezek a fotók, amiket ő gyűjtött, ugye ezek főleg jokohamai, hát mondjuk bazárban vásárolta őket, és azért tudni kell, hogy ekkor már Japán egyrészt eldöntötte, hogy modernizálódik. Ennek következtében nagyon tudatosan részt vesz a világkiállításokon, ugye itt látjuk 62-ben már részt vesz, de ugye ez még a Meiji korszak előtti, 67-ben szintén, ekkor már ugye a Meiji kormány jelenik meg, és 73 nagyon fontos Bécsben hivatalosan részt vesz. Ugye az, hogy ő mit mutat be magáról, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azt a képet mutatja be, amit úgy gondol, hogy a nyugat tőle vár. Ugye ez az a korszak, amikor már megjelenik, tehát már nem öltözködnek hagyományosan, a szamurájuk már rég elvesztették a szerepüket, nagyon gyorsan és nagyon intenzíven elkezd modernizálódni. Megjelennek olyan nyugati fotostúdiók ezeken a területeken, Japánban elsősorban ugye Nagasaki, Tokió és Jokohamában, amelyek már az érkező külföldiek számára készítik a felvételeket a stúdióban, és ezek a felvételek archaizálnak. Olyan értelemben, ugye, hogy négy-öt ilyen nagy témát választanak ki ezek a stúdiók, amire úgy gondolják, hogy ez a turisták számára mutat egy olyan képet Japánról, ami a művészettel függ össze. Tehát Japán művészként, művészi országként akar megjelenni, nyilván mert, mint modern ország, ugye nem tud az élmezőnybe tartozni, és ez a fajta tradíciókeresés, a művészet, a hagyományos művészetnek a keresése, ugye ez nagyon eltérő, mint Európában, nem a falun, a parasztok, a paraszti lakosság közt keresik a régit, mert hogy nyilván ők az arhaikusok, ugye ez nem létezik Japánban, tehát ez a terra nullius, tehát a vidéken élő parasztoknak gyakorlatilag semmi szerepük nem volt, hanem a harci múltban, ugye a szamuráj múltban, ez a bujin, mint a harcos férfinek az alakja, a gésák,
Ugye a gések nagyon izgalmas szerepük vannak, ők voltak a divat diktátorok ugye Japánban, tehát pont, hogy nem egy ilyen arhaikus, de amikor megtörténik a modernizáció, akkor ők még a kimonót hordják. Tehát tulajdonképpen gésa, kimonó, ugye ez az, ami a hagyományos kultúrát tovább viszi. Egy pár képet mutatok, ezen gyorsan végig tudunk menni, ezek mind Xanthus gyűjtései, mind ott vásárolta ezeket, ugye ezeket a témákat, a gésa, az építkezés, a buddhizmus, és menjünk vissza. Ugye a jobboldali képen látszik egy utca, Jokohamai utcai bazár, ami a turisták számára, az utazók számára kínálja azokat a portékákat, amiről úgy gondolják, hogy ebbe a japán hagyományos művészi kultúrába be. Na ez az, amit Xanthus aztán tárgyban is megvásárol. És ugye itt látunk négy darabot. Ami önmagában egyáltalán nem baj. A probléma az, hogy erre semmiféle reflexió nincs. Xanthus úgy hozta ezeket a tárgyakat, mint hagyományos, a japán kultúra hagyományos tárgya, vagy ipari tárgya, teljesen mindegy, és nem azokat, nem úgy hozta ezeket a tárgyakat, amelyek úgy készülnek, hogy a külföldi számára mutassák meg. Tehát, hogy itt ez egy nagyon fontos szempont arra nézve, hogy hogyan viszonyul egyrészt ugye a nyugat, másrészt ugye Xanthus Japánhoz. Azért hozzá kell tenni, hogy ő volt közben a hatodik magyar, aki a világtörténelem során japán földre érkezett, ugye a régi elzárás után. Most ebben és tulajdonképpen, ha valaki, tehát hogy most hirtelen behozok a kontaktzónát, akkor hirtelen látni fogjuk, hogy ez tulajdonképpen ugyanezt jelenti. Tehát a kontaktzóna egy olyan valami asmit jelent, hogy egy gyarmati viszonyban valaki, aki a szélén van ennek, nem a központi részén, jelentkezik, illetve lehetőséget kap arra, hogy önmagát reprezentálja. A lényeg az, hogy a központban, a központban lévőnek a nyelvét kell használnia. Tehát megvan adatva számára, ő bárhogy bemutatkozhat, csak akkor, ha ezt a nyelvet használja, és ebben az időszakban ez a nyelv a világkiállítások volt. Ugye itt látható, ahogy kapcsolódik egyrészt a modernizált világ, a nyugat, akik tulajdonképpen a legjobbat képviselik ezt, tehát ők értékelik tulajdonképpen a fejlődésnek a csúcsát, majd ott vannak azok, akik majd ezeket el fogják érni. Ugye a különbségek ott, felfogásbeli különbségek abból adódnak, hogy valaki ezt mennyire könnyen gondolja elérhetőnek a másik számára. És ugye akik nagyon liberálisan gondolkoztak, egyébként akikről szó van, és ezeknek a kollégáim majdnem mind azok voltak, ők úgy gondolták, hogy az emberi eszme egyforma, csak éppen valakik még ilyen-olyanokból le vannak maradva, de a lehetőség megvan, tehát lehet csatlakozni. És itt ugye ez az az időszak, tehát hogy itt van egy ilyen kontaktzóna jelenség, ahogy Japán jelentkezik, ahogy Xanthus, vagy a nyugati gyűjtők megjelenítik, vagy reprezentálják ezt a kultúrát, vagy országot, majd hirtelen ugye jön az új világkiállítás, a bécsi világkiállítás 1973-ban, ahol egyrészt Japán ebben a kontaktzóna szerepében bemutatkozik, de ekkor már Magyarország is a kontaktzóna szerepében fog megmutatkozni, és tulajdonképpen ez az a váltás, ami majd meghatározza ettől kezdve. Xanthus még ugye ennek a régi felfedező, felvilágosult korszaknak a gyermeke, és ez, amikor eléri ez a fajta, lezárul valahol ez a korszak, és ugye rávetül Európára. Tehát az Európán belül különbségek válnak fontossá, megjelenik az identitás iránti igény, és ez a fajta identitás, hogy hova helyezik magukat ezek a országok, ez döntően ezen változtatni fog. És tulajdonképpen ezt viszi tovább Jankó János abban a kutatásában, ami aztán Szibériára vonatkozik. Itt ugye nagyon gyorsan, ő Török Aurélnak a tanítványa, Török Aurél egészen nemzetközi hírű ember, tanász volt, vagy fizikai antropológus, és ugye ő volt az, aki az egyik ilyen
világkiállításon találkozik egy koponyával, amit valaki éppen valami külföldi ország bemutat, mint magyar koponya. Ugye egyébként a Broca volt az, aki, hát ugye tudjuk, hogy bűnözőknek a koponyájával, tehát ugye minden történet ismert, a koponyának a tulajdonsága alapján próbált következtetni mindenféle ilyen képességekre, és egy ilyen magyar bűnözőnek a koponyát bemutatta, és török meg van döbbenve, hogy hát egyrészt egy idegen mutat be minket, másrészt meg pont egy bűnözővel, majd a Broca közli vele, hogy oké, ez semmi gond, meg kell tanulni ezt, és akkor majd ti csináljátok jól. Tehát török Auré kiképeződik, mint ember tanász, mint fizikai antropológus, és tulajdonképpen az ő tanítványai végig Jankó Jánostól, Zémájer Willibaldig, majd Pápai Károly, ezek ugye mind a Néprajzi Múzeumban dolgoznak tovább. És ez a fajta szembesülés a bemutatásunkkal, ugye mások révén az, ami rádöbbenti az itteni kutatókat, hogy meg kell tudjuk határozni a mi szerepünket. Tehát nem lehetünk a nyugat, mi nem lehetünk osztrákok, mi nem lehetünk németek, akkor kik vagyunk, keressük meg ezeket a rokonokat, majd ez alapján rekonstruáljuk a korai őstörténetünket. Részt vesz az expedícióm, és keres anyagot ahhoz, hogy a magyar őstörténetet rekonstruálni lehessen a rokonok révén. És ugye mi ez a forrás? Hát egyrészt a úgynevezett ősfoglalkozás tárgyak, ugye a halászat, vadászat, a nyelv, és a fizikai antropológia, magyarul a koponyák. Tehát koponyákat kezdenek el kőkeményen gyűjteni, több ezer összegyűlik majd egyrészt ezekben a múzeumokban, nem is kell nagyon messzire menni, tehát ez az a korszak, ami az európai múzeumokban nagyon hangsúlyos. Ugye gondoljunk csak a Bastián, a Virchow, a Boász féle kutatásokra, ezek mind megjelennek, ugye mint ideák a magyar kutatásban. És tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy a Magyar Néprajzi Múzeumban megjelenik egyrészt a saját kultúrának a kutatása, megjelenik a világnak a bemutatása, és megjelenik a rokonoknak, tehát a rokon nép egy harmadik, hogy mondjam, gyűjteményként megjelenik a rokon népeknek a gyűjtése, bemutatása, mert ebből lehet következtetni a mi ős történetünkre, akkor egyrészt arra kell gondolni, ugye ezt általában úgy szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon magyar sajátosság, ennek is megvannak természetesen a nyomai egyrészt Skandináviában, ugye a korai porosz gyűjtésekben, vagy önmeghatározásban, tulajdonképpen azokon a helyeken, ahol egy kicsit úgy érezték magukat, hogy a periférián vannak, és negyedikként, ugye ezt is ritkán szoktuk mondani, megjelenik a fizikai antropológiai gyűjtemény a Néprajzi Múzeum, egészen 45-ig több ezer darab koponyával, és ezeknek a kutatásával. Ugye török Auré világhírűvé vált az, hogy egyetlen koponyán 5000 mérést le tudott vezetni, és tulajdonképpen ez az, ami, hát ugye egyrészt ezt lehetetlen elképzelni, és tulajdonképpen ez az, ami módszertanilag ő teljesen, hát hogy mondjam, lefejezte azután, mert akármennyit mért ezeken a koponyákon, tulajdonképpen semmi értelmeset ugye nem tudott ezekből kihozni. Ezek ugye szép lassan rádöbbentek a kutatók, és ezek a fizikai antropológiai kutatások aztán egyre inkább kezdenek ugye egyrészt a perifériás szorulni, másik politizálódnak. Ugye ezt ismerjük egészen a második világháborúig, ennek a vonalát, vagy ilyesmi. Itt ugye röviden szerintem, ja, mondjuk tovább, ezen a képen látszik, hogy a 19. század második felének evolucionistái ugye hogyan helyezkedtek el. Ugye fönt balra látszanak ugye a nyelvészek, alul balra az antropológusok, ugye középen Darwin és ugye Wallace, majd jobbra ugye a fizikai antropológusok, akik gyűjtenek, meg írók is, gondolkodók, akik ebben részt vettek. Azt is tudni, hogy ezek egy része kifejezetten, tehát Bastiántól, Boászig, Virchowtól át, ugye kifejezetten antievolucionisták voltak, tehát tagadták ezt egyrészt a, hát ugye a darwinizmus, mint olyat, de hát nyilván ők ennek egy szociál darwinista higabb változatával kapcsolódtak. Ennek ellenére a lényeg az, hogy mindenki használta a koponyákat az összehasonlításra, az ezekből levont mindenféle következtetésekre is, ezeknek a folyamatos gyűjtésére
és mérését. Ugye Jankó az, aki töröktől megtanulja ennek a használatát, antropométer, jegyzetében írja, hogy hát ezt gyakorolta a Baraba négereken. Tehát, hogy mielőtt ő elment a terepre, azért próbálta ezt egy kicsit úgy jobban megtanulni, és ez természetesen ugye embereket használt magához a gyakorláshoz is. Az egész gyűjtési sorozaton végigmegy a síroknak a kirablása, felbontása, ugye koponyákra van szükség mindenképpen, tehát adatokra van szükség, mérésekre van szükség, a méréseket akkor is levezénylik, akár tetszik ez a helyieknek, akár nem tetszik, ugye Szibériában vagyunk, ugye a Hantik között. Látszik, ugye Pápai Károly korábban kín van, és írja azt, hogy mennyire bizalmatlanok nyilván ezek a mérések és a gyűjtések iránt, de valakinek ezt meg kell csinálnia. És ugye itt azt lehet nyugodtan mondani, hogy ez mai szemből, vagy szempontból nézve, ez mennyire etikátlan ilyesmi. Ők is ezt pontosan tudták, hogy ez mennyire etikátlan, de volt egy nagyon fontos szempontjuk, és ez egy etikai szempont volt, az, hogy a tudomány az a legjobb. Tehát a tudomány jó, a tudomány mindenki számára ott, most a tudomány egyetemes. Tehát ha épp valakinek ez épp most nem jó, vagy nem tetszik, ki kell várni, amikor majd ő is része lesz ennek. Egy pár kép, ugye itt volt maga Jankó is, látszik, hogy a frontális, az oldalsó fotózás, függetlenül attól, hogy ugye ezek az asszonyok nem vehetik le a fejkendőt, maga ez az egésznek van egy nagyon méltatlan beállítás, és a többi, ugye fizikai méréseket vesznek le, levetköztetik őket. Tehát, hogy megjelenik a forrás, mint az őslakosok, adott egy frontális összehasonlítás, ahol mi megpróbáljuk magat elhelyezni, ugye Európában, tehát megint mi vagyunk a központban, és adott ugye ez a terra nullis, az olcsó javak. Az emberek, az adatok, a koponyák, azok olcsóak, ott vannak. Igaz, hogy már egyre kevesebb, ez a 24. órás effektus, tehát egyre intenzívebben kell ezzel foglalkozni, és ugye ott van a turanizmus, ami egy alapvetően egy nyelvi kiinduló pont, ez a Max Müller féle, a történet hosszú és bonyolult, de a lényeg az, hogy az európai nyelvek azok részben indoeurópaiak, részben nem. És amik nem, ugye ezek a turániak, és hogy a lényeg, hogy ezek másképp gondolt. Tehát úgy gondolták, hogy a nyelvek befolyásolják a kultúrát, a képességeket, a gondolkodást, és hogy aztán melyik a jobb, ez egy óriási választás kérdése, vagy ki, hogy éppen ítéli meg. A magyar kutatók nyilván próbálták ezt valahogy úgy elhelyezni, hogy ez a fajta nem, tehát az európai szélén, vagy attól eltérő múlt és helyzet, ez jó legyen. Tehát próbáltak ebből valami pozitívat kihozni, és ugye ezek az etikai kiinduló pontok, amik tulajdonképpen ennek az egésznek a hátterében vannak. Most az az érdekes ebben, ha egyszer belehelyeztük magunkat ebben a megkülönböztetésben, tehát mi mások vagyunk, mint a szomszédaink, akkor létrehozunk egy új diskurzust, amiben újra el kell magunkat helyeznünk, és ugye ez a rokon népek, és a rokon népek között természetesen mi vagyunk a legkulturáltabbak, a legműveltebbek. Ugye a mi feladatunk az, hogy egyrészt összegyűjtsük őket, megmentsük, ami még megmenthető, és ez nem az emberek, hanem a kultúrájuk, össze kell gyűjteni, és majd mi leszünk ennek a tára, tehát tulajdonképpen mi képviseljük majd. Ugye ha valakinek ilyen, tehát hogy valakinek beugrik az, hogy tulajdonképpen ez a fajta diskurzus azért nem teljesen idegen ma sem, amikor a világörökségről beszélünk, vagy arról, hogy mi hol van a legjobb helyen, akkor az nem, tehát szerintem az egyáltalán nem véletlen. És hogy ennek ugye, tehát azt is azért figyelembe kell venni, hogy ennek megvan a maga párja egész Európában, csak ugye más a pozíció. Tehát ugye Boász, aki az egyik legliberálisabban gondolkozó ember volt, és aki az egész szociál darvinizmus tulajdonképpen megkontrázta maga kulturális relativizmus tézisével, rendszeresen és folyamatosan gyűjtött koponyákat az északnyugati parti, ugye ezek az idézetek tőle vannak a naplóiból, illetve a levelezéseiből, ahol azt írja, hogy ugye egész éjjel a csontokról és a koponyákról álmodtam. Most ugye ezek rémálmok voltak-e, vagy éppen
kívántságot kifejező álmok, ezt így mindenki döntse el, de hát írja, hogy ennél rosszabb nincs, mint sírokat felbontani, de hát valakinek csak meg kell csinálni. Ugye itt tehát a tudománynak ez a fajta elő, vagy egyetemes viszonyba helyezése. Ugye Rohem Gézára hadd térjek át, ugye ő az, aki kifejezetten antiboászi felfogású, ő azt mondja, hogy Taylor volt az igazi apja az antropológiának, mert hogy ki tudott indulni egyetlen egy elvből, ami az összes embere is vonatkozik, és ugye nála ez a freudi, hogy mondjam, a freudi pszichoanalitikus ugye felfogás, amire úgy gondolja, hogy egyrészt ez a elfolytás már az Ödipusz komplexusban jelenik meg, és ez minden emberre egységesen érvényes. Tehát ő tulajdonképpen egy ilyen nagyon-nagyon, hát mindenkit egy szintre hozó pontból indult ki, és úgy gondolta, ez is egy hosszú történet, tehát nem fúzom az időt, be akarta bizonyítani, hogy ez az Ödipusz komplexus és az elfolytás, ez egy általános egyetemes képesség. És ezért úgy gondolta, és figyelem, a legprimitívebbeknél kell ezt. Tehát mindenki egyforma, de az ausztrálok a legprimitívebbek, nyilván, mert ugye a legkevesebb tárgy, és ugye ez egy klasszikus kiinduló pont az egész antropológiában. Vannak a bushmanok, az ausztrálok, aztán jönnek a többiek, akik egy picivel több tárgyal rendelkeznek, de mindenképp sorba kell állni. Ugye elmegy Közép-Ausztráliába, és ugye 29-ben 7 hónapot, az ugye annak idején is már azért egy komolyabb időszak volt, tölt el ugye ezen a missziós állomáson, ahol alapvetően ilyen német luteránusok vezetnek, és álmokat gyűjt. Álmokat, mert hogy úgy gondolja, hogy ez az elfolytás itt még nem működik annyira, tehát a szexuális álmok azok sokkal nyitottabban fejeződnek ki, ugye a civilizáció még nem tulajdonképpen nem nyomta ezt el. Nos, az ami igazán érdekes az, hogy ebben a gyűjtési zónában több száz ilyen álmot összegyűjtött, ezekért ő fizetett, dohánnyal fizetett, abszolút nem voltak különösebb gátlásai, tehát úgy sorba álltak nála. Körülbelül 1-2 hét múlva mindenki tudta, hogy mit gyűjt, és hát már hozták eleve ezeket a eléggé szexuális indítatású álmokat, és emellett természetesen ugye csurungákat is gyűjtött, mert hogy ezek az álomidőnek a tárgyai. Mindenkivel foglalkozott, tehát benne is volt egy nagyon nyitottság, ön értelemben ő nem válogatott gyerekeket, asszonyokat, férfiakat is gyűjtötte, de minden gátlás nélkül azokat a szent tárgyakat, amik ugye a csurungákat testesítenek meg. Na most ezekből egy egészen gazdag gyűjteményt hozott létre. Meg lehet nyugodtan kérdezni, hogy ezek a szent tárgyak annyira fontosak voltak ugye az ausztrál, itt az arandák számára, akkor miért adták el ezeket a tárgyakat? És erre nagyjából most már kezdünk rájönni. Ugye 1929-ben vagyunk, egy hatalmas aszály pusztítja ezt a területet. Az arandák és a környező ausztrál őslakosok egyre inkább kénytelenek behúzódni a misszionárisokhoz, gyakorlatilag ugye kikeresztelkeznek azért, hogy életben maradjanak, és ez az a nemzedék, ahol a fiatalok már otthagyták az ősi vallást, vagy hát a saját vallásukat, és keresztényekké váltak, tehát az öregek úgy gondolták, őket nem lehet bevavatni, tehát tulajdonképpen el kell, nem szabad idegen kezekbe, a fiatalok kezébe adni ezeket a szent tárgyakat, el kell tüntetni őket, és ennek mindig a legjobb módját választották szerintük, tehát eladták az antropológusnak. Tehát tulajdonképpen így kerültek ezek a tárgyak egyrészt a gyűjtőhöz és a múzeumhoz, de erről semmiféle reflexió nincs. Tehát ez a lényeg ennek az egésznek, foglalkozik vele hónapokig, tulajdonképpen nem is nagyon érdekli az, felgyűjti, mert adatokra van szükség, igazolnia kell ezeket a történeteket. Tehát van a tudománynak egy olyan, megint egy nyomatéka, ami abszolút tovább visz, annélkül, hogy ezen gondolkozni lehetne. És még egy nagyon fontos dolog, ugye ez az álomidő, amit az ő figyelmét rátereli a csurungákra, mint az álomidőnek a tárgyaira. Most manapság kezdjük, vagy nem manapság, pár évtizedet gyanítjuk, vagy már tudni véljük, hogy ez az egész álomidő komplex, ugye Alcsering, a csurunga, ez tulajdonképpen a gyűjtőknek egyfajta félreértése. Tehát az Alcsering, a csurunga, az nem az álom, semmi köze az álomhoz, és ez a fajta
értelmezése az őslakos történetnek, akik álomidőben élnek, ugye mennyire jó volt ez a pszichoanalízishez, mert összekötte egy csomó dolgot, és mennyire jó volt ez a koloniális gyarmatosítás számára, mert megint lenulláztott a földet. Tehát tulajdonképpen ők még arra is alkalmatlak idézőjelben, hogy az időt figyelembe vegyék. Én most itt átadom a szót, és majd visszatérünk a témára, hogyha erre van még lehetőség. Úgyhogy köszönöm szépen. Thank you very much. Absolutely amazing and fascinating. Nagyon köszönöm, ez igazán csodálatos, nagyon, nagyon érdekes. De sajnos az idő az nem áll mellettünk, úgyhogy szeretném átadni a szót Clementine-nak, úgyhogy Clementine el tudja kezdeni az előadását, és utána pedig a megbeszélésre kerülhet a sor. Átadom a szót Clementine-nak tehát. Nagyon szépen köszönöm. Ki fogom itt kapcsolni közben a tolmácsolás funkciót. Nem tudom, hogy a host tudná nekem segíteni, akadt egy kis technikai problémám. If not, I will hear you speaking French as an echo. You have to check. Let me do it like this. Let me turn it off here and then reshare the screen. Nem tudom, hogy tudom kikapcsolni a tolmácsolást. Igen, a menübe kellene belépni, és ott ki tudjam kapcsolni a tolmácsolást. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm az összes szervezőnek, nagyon köszönöm a Francia Intézetnek, hogy itt lehetek. Sajnos nem Budapesten, de önökkel lehetek. Nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül érdekes előadást Wilhelm Gábornak. Fogok fotókat mutatni, talán így lehet a legélőbb ez a táv előadás. Nagyon komplex tárgyakról beszélt az előbb Gábor. A dekolonizációs megközelítésből arról beszélt, hogy emberi maradványoknak például a megtartása, azok mennyire kapcsolódnak a gyarmatosításhoz. Na, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül érdekes téma, és amiről én szeretnék most beszélni, az az, hogy mit lehet tenni ezekkel a múzeumokkal. Ugye a múzeumok ott vannak benne, a múzeumban ott vannak a tárgyak, önmagában nem a tárgyak okoznak vitát, hanem azt, hogy hogyan vannak elhelyezve a tárgyak a múzeumban, illetve hogy milyen tárgyak vannak elhelyezve, valamint, hogy hogyan is értelmezzük a múltat ezekkel a tárgyakkal. Ugye ott van a rassz elmélet, amely szintén megjelenhet ezeken a tárgyakon keresztül, úgyhogy látnunk kell, hogy milyen nagy veszélyeket rejt magában az, hogy 2021-ben átgondoljuk a néprajzi múzeumokban található található tárgyakat. Látnunk kell, hogy milyen rasszista és idegen gyűlölő veszélyek leselkednek ránk. Ez egy amsterdami múzeum, amely úgy néz ki, mint egy bevásárlóközpont. Ez lehetne a Galeri Lafayette, vagy egy londoni, egy berlini, vagy egy budapesti, milyen régi, még az 1900-as évekből datálódó, vagy a 19. századból datálódó bevásárlóközpont. Aztán itt van egy kölni múzeum. Ez a múzeum 5 millió eurós költségvetéssel dolgozik, és ezzel a költségvetéssel átgondolták az elrendezéseket. Itt például egy ilyen példát láthatunk.
itt átgondolták átgondolták, hogy hogyan is lehetne a tárgyakat elhelyezni. Például képeket láthatunk a falon, illetve a feliratok azok nem papírra vannak írva, hanem kövekbe vannak vésve. Egy nagyon radikális néprajzi múzeum vezető hozta ezt létre. Aztán ez a kép, ez 9 éve készült egy lipcsei múzeumban. Láthatjuk, hogy még mindig vannak ilyen fajta elrendezések. Itt egy nőt láthatunk széttelt lábakkal és egy tárgyal, amelyet tart. Szerintem a nagy probléma az az, hogy minden probléma, minden gyarmatosító ország múzeuma felteszi a kérdést, hogy ugyanis lehetne a termékeket, a tárgyakat elhelyezni. 2010-ben, amikor én már jó régóta dolgoztam azon, hogy milyen is lehet a jövő akadémiája, független kurátor voltam, úgy gondoltam, hogy ideje a kollekcióval foglalkozni, azzal, hogy hogyan lehetne újfajta jelentéseket adni a tárgyaknak. Tudtam, hogy ebben a múzeumban nagyon sok kortárs tárgyat látok, és ez volt az első olyan múzeum Európában, amely bármiféle olyan tárgyat bemutat, amely a gyarmatosítás utáni időkből datálódik. Még egy szenegáli aktivistát is felvettek, és vele készítették el az új kollekciót. Tehát egy új gyűjteményt. Tudtam, hogy nagyon sok tárgyuk volt, tudják, Afrikából, Dél-Kelet, Ázsiából, Óceániából és Amerikából, mindenfelől. Nagyon érdekelt engem az, hogy hogyan is rendezik el ezt a gyűjteményt. Az egyértelmű volt számomra, hogy ez nem egy új épület, ez nem egy új hely, ez 3 villa, tehát olyan épületek, amelyekben régen éltek emberek Frankfurtban, méghozzá ezekbe a világba helyezték bele ezt a 17-18 ezer tárgyat, amelyet úgymond lefoglaltak, és ebbe az épületbe tettek. Ezek a szegmensek, amiket láthatnak, ezek az emeletek, azok azt hivatottak, meg egy emelet az egy földrajzi hely. Na most így nézett ki a múzeum a gyűjtemény belülről. Nem lehet tudni, hogy melyik fiókban mi volt. Nem volt a fiókokhoz egyáltalán kulcs sem, tehát nem lehetett kitalálni, hogy melyik fiókban mi található, mi az, ami amerikai, mi az, ami ázsiai, mi az, ami máshonnan származik. Én ugye a kortárs művészetekből jövök, tehát mondhatnánk, hogy nem értek ezekhez a gyűjteményekhez, de azt azért abszolút láttam, hogy ez így nem jó. És azt is láttam, hogy ahogyan Wilhelm Gábor elvitt minket ide az 1900-as évekbe, és hogyha egész nap tarthatnánk ezt az előadást, akkor nagyon szívesen megkérdezném, hogy 1972 óta mi történt, és hogy mi lesz az új épülettel. Ez egy olyan expedíciónak az eredménye, amely Papua-Nyugineában járt még 1960-as években. Nem tudom, hogy hallják-e a kutyát, talán becsukom inkább az ablakot, mert hallani az ugató kutyát. Tehát adófizetők, frankfurti adófizetők pénzéből úgy döntöttek,
egy csoport úgy döntött, hogy expedíciót szervez Papua-Nyugineába, mert meg akarják ezt a kultúrát őrizni. Tudják, hogy Papua-Nyugine milyen. Na most ezek a kutatók faluról falura jártak, és nagyon sok ugyanolyan tárgyat gyűjtöttek be. Dobokat, nem egyet vagy kettőt hoztak, hanem nagyon-nagyon sokat hoztak minden egyes tárgyból. Olyan volt ez, mint a kleptománok lettek volna. Miért? Mert 1960-as években még lehetett egyik múzeumból a másikba vinni termékeket, és gyakorlatilag más expedíciókkal együtt működni. Tehát ebben a kontextusban a müncheni kollégám például elment Kongóba, de nem hozott nekem semmit Frankfurtba, és így én sem vinnék neki semmit, ha expedícióra mennék. Itt van ez a múzeum, amelyet most láthatnak, és amely üresen állt sokáig, és bürokratikus dossziéknek a helye volt ez. Na most én ezt gondoltam, hogy hát ez egy önkormányzati múzeum, amely nagyon kicsi költségvetéssel dolgozik, és azt gondoltam, hogy nem akarok velük dolgozni, amíg nem állítják vissza a villákat az eredeti állapotukba, tehát amíg az ál ablakokat, az ál falakat nem tüntetik el. Én azt mondtam, hogy szívesen meghívok írókat, művészeket, hogy hazai kutatást végezhessünk. Tehát a felső emeleten voltak a lakások, az első emeleten stúdiók, és alul pedig laboratórium és könyvtár kapott helyet. Itt van például a könyvtár, amelyet átrendeztem, hogy valahogy kinézzen. Itt 23-an dolgoztak a múzeumban, és nagyon örült ez a 23 ember, hogy a saját dolgát végezheti. Itt 15 ezer könyvet kellett feldolgozni. Na most ez egy önkormányzati múzeum, amelynek megvannak a saját maga szabályai, úgyhogy és nem kell elfelejteni, hogy reggel héttől volt nyitva ez a múzeum, úgyhogy nagyon lelkesnek kellett lenni, hogy valaki mondjuk egy átborizott éjszaka után elmehessen ezekbe, vagy ebbe a könyvtárba, és elolvashassa a könyveket. Itt 15 ezer könyv van. Aztán van egy olyan tér, ahol a gyerekekkel dolgozunk, vetítünk bizonyos filmes anyagokat. Aztán van egy levéltár, ahol az archívumok vannak, tehát ahol a régi dokumentumok vannak. Nekünk egy harmadik helyre volt szükségünk, tehát ami nem bunker, tehát ami nem bunker, és ahol békén hagynak minket. Aztán ott volt a könyvtár, amely talán túl didaktikus volt, és szükségünk volt egy olyan helyre, ahol magunk lehetünk és dolgozhatunk. Itt az archívumokat mutatom, és ahogyan Wilhelm Gábor fotókról beszélt, én is fotókról szeretnék beszélni. Ez a legfelső emeleten a lakás, tehát meghívtunk ide művészeket, nem csak úgy, tehát meg kellett nézni, hogy jól működtünk együtt, szimpatikusak voltunk egymásnak, aztán mondjuk 4000 eurós havi fizetést kapott a művész, ez nagyon kicsi produkciós költség. Én egyébként átalakítottam használt bútorokkal ezt a felső szintet lakással, tehát itt laktak a művészek, hozzáfértek az anyagainkhoz, és kiválaszthatták, hogy mit akartak a laboratóriumba bevinni, és 24 órán keresztül hozzáfértek a stúdióhoz. Itt egy művész
látható, aki ugye könyveket vett ki a könyvtárból, és ott dolgozott ezen a helyen. Ez pedig, amit én laboratóriumnak hívok. Fontos volt, hogy találjak bútorokat, úgyhogy megkértem a Natis Eszterházi Bécsben élő dizájnert, hogy rendezze be ezt a teret, hogy készítsen számomra bútorokat, olyan bútorokkal, amelyekkel biztos, hogy nem lesz semmi problémánk, tehát ahol nem fogják azt mondani, hogy jaj, nem, ezt nem lehet így felakasztani, úgyhogy kettő egységünk volt, tehát ilyenfajta asztalunk, magasabb és kisebb asztalunk, és ezeket nagyon jól lehetett adaptálni. Aztán meg lehetett világítani ezeket a területeket, és ez volt a privát laboratórium. Ugye ez nem volt nyitva mindenki számára, csak azok számára, akik jelezték, hogy jönnének. Ez lehetővé tette, hogy tényleg 24 órán belül bejárják a művészek ezt a teret. Tehát a könyvtárból mennek, aztán bemennek a kiállításra. Ugye bíztunk ezekben a művészekben, tudtuk, hogy nem fogják akkor a gyűjteményt tönkretenni, és azt is tudtuk, hogy itt ugye viselik a kesztyüket, tehát nem fognak ártani a tárgyaknak. Mivel az Afrika részből válogatott össze tárgyakat, és 4 hetet töltött el itt velünk. Itt egy nagyon érdekes tárgyat vizsgál, egy angolai tárgyat. Én választottam a művészeket, és szerettem volna, hogyha ők választják ki, hogy milyen tárgyakat is szeretnének használni. Nem akartam én irányítani őket. Szerintem, hogyha 20 éveseket ebbe a gyűjteménybe betennénk, akkor nem azzal jönnének, tehát akkor nem úgy jönnének ki, hogy fúha, ezek milyen tárgyak, hanem olyan tárgyakkal jönnének ki, amelyeknek van valamilyen jelentésük. Látható, hogy ez a tárgy is hogyan épül fel, és mennyire szimbolikus. Ez egy horgász eszköz. És ami most érdekel minket, és ami most érdekli a fiatalokat, az az, hogy hogyan lehet olyan tárgyakat felhasználni, amelyek környezetbarátok. Vagy itt van például ez a tál, amely igazából egy pár erős falevélből áll. Aztán itt van a számomra az egyik legszebb tárgy, amely egy ülő alkalmatosság, tehát le lehet tenni a földre, és rá lehet ülni. Ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire újra lehet gondolni ezeket a termékeket, és mennyire lehet egy-egy ilyen tárgy felhasználható a városi urbán kontextusban. Az is nagyon érdekes, hogy a gyarmati múltban hogy használták ezeket a tárgyakat, és most hogy lehet őket felhasználni. Itt egy divat dizájner Nigériából. Egy évünk betelt, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen milyen kiállítást is fogunk létrehozni. Ez egy válogatás, egy rendkívül érdekes válogatás, ugyanis a tárgyaknak egy része a művészeké, egy része pedig a múzeumon. Antti Majewski művész
céljai ezek a tárgyak. Ő itt szerette volna megérteni, hogy mi történik, hogyha nem izoláljuk, nem szigeteljük el egymástól a tárgyakat, hanem közel tesszük őket egymáshoz. Itt van egy másik válogatás, amelyet egy új-zélandi, Luke Phillips Thompson, új-zélandi művész keresett meg. Itt látható, hogy ezeket a tárgyakat rabszolga szállításra használták, és hogy ezek a láncok mennyire mások. Egészen új gondolati struktúra alakulhat így ki, vagy Malcolm X Tomovicnak a műveit láthatok. Ez a laboratórium lent a földszinten. Fent már a stúdiók találhatók, amelyek igazi stúdiók. Nem akartuk, hogy az emberek ott a laboratóriumban csak úgy járjanak, hanem szerettük volna, hogyha a művészeti termékeket, művészi tárgyakat sikerülne megőrizni. Itt például egy nagyon érdekes londoni stylist található, aki rapperekkel is dolgozott együtt, és akikkel ruhákról készült fotókat kezdtünk el elemezni. Például fogunk egy kalapot, vagy egy szoknyát Dél-Afrikából, és azt kérdezzük attól, aki a fotókkal foglalkozik, hogy keres nekünk egy olyan képet, ahol ez a kalap viselve van, vagy ahol ez a szoknya viselve van. Na most nagyon sokszor igen brutális kép érkezik, amikor is mondjuk hátulról látjuk a szoknyát, fölül mondjuk mesztelen a nő, aki viseli. Szeretünk volna más fotókat keresni, és ami itt látható, az már egy teljesen új anyaggyűjtemény, amelyet lefénymásoltunk, és amelyet felhasználtunk az egész folyamat során, hogy új prototípust hozzunk létre, és leszámoljunk azzal a hozzáállással, ami jellemezte az antropológiát sokáig. Ez volt tehát az első pont az antropológia és a néprajzkutatásnak az átgondolása. Fontos kiemelni, hogy ezek az egyetlen olyan tudományok, amelyek megmutatják, hogy mi a helyzet az antropológiai kutatásokkal és a néprajzi kutatásokkal. Na de nem csak ez az épület volt itt a fontos, hanem a remediáció, az orvoslás és a folyamat által történő gyógyulás, ahol is új jelentést adtunk az épületnek, ahol jöttek fiatalok, ott éltek az épületben, azzal a gyűjteménnyel dolgoztak, amelyet ők hoztak létre. És látható, hogy ott van ez a háttér, itt látható, hogy ők milyen munkát is adtak a múzeumnak. Tehát minden egyes művésznek valamilyen ajándékot adnia kellett a múzeumnak, hogy a múzeum tudja őrizni az ő munkásságokat. Itt ebből mutatok egy párat. Itt van az egyik kulcs tárgy, amely egy agytérkép, ahol a művészünk megmutatta, hogy a fegyverek és a pénz és az ékszerek között mi a kapcsolat.
Az ő kifejezési eszköze, ez a falra rajzolás volt. Én ez iránt érdeklődtem, és érdeklődöm továbbra is. Érdekel, hogy a gyűjteményeknek milyen értelmük is van. És szerettem volna még egy elemzési fajtáról beszélni, ugyanis ez rendkívül érdekes és rendkívül releváns. A problematikus anyagoknak a megmutatása. Wilhelm Gábor olyan képeket mutatott, ahol ugye oldalról vannak lefényképezve, vagy frontálisan emberek. Ez már maga probléma, ugyanis itt már megjelenik a rassz teória, viszont a képen szereplő emberek nem voltak meztelenek. Na most engem ezen kiállítás idején az érdekelt, hogy a frankfurti bankok és a Néprajzi Múzeum között mi is a kapcsolat. Tehát megnéztük, hogy a múzeumnak milyen története is volt, és arra jöttünk rá, hogy az az alapító, aki 1904-ben ezt a múzeumot létrehozta, ő azért hozta létre, azért alapította a múzeumot, hogy oktassa az embereket. Ugye a Néprajzi Múzeum az nem csak azért volt, hogy a burzsóáziát oktassa, hanem ezeknek az embereknek, ezeknek az országoknak, amelyeket ki akartak használni a gyarmatosítók, bemutassa a jellemzőit. Itt látható a múzeumnak az akkori igazgatója, az alapító igazgató. Na most egy nap találtunk két dobozt tele tárgyakkal, és egy antropológus azt mondta, hogy gyere, mert nagyon furcsa dolgot találtunk. Ez egy, nem tudjuk, hogy ez ő maga, aki itt ül, tehát az alapító igazgató, ez ő vajon meztelenül fiatalabban, azt nem tudjuk, de ez biztos, hogy nagyon sok tárgyat találtunk. 100 képet, amelyen férfinemi szerv található. És elkezdtük elemezni azokat is, azokat a képeket, amelyeken az emberi test, vagy egy testrész, az nem is emberként jelenik meg, hanem úgy jelenik meg, mint egy tárgy. Tehát érdekelt minket, hogy ezeken a képeken hogyan veszíti el az emberi létét az ember, vagy az emberi testét, és hogyan is lesz tárgy belőle. Amit talán nem tudnak, az az, hogy ez a kiállítás, ez hosszú idő alatt állt össze. Na most az, hogy tárgyakat fényképezünk, hát ez régen nem volt annyira jellemző. Hogyha Papua-Nyugat-Guineába vagy Afrikába megyünk, és mondjuk 4000 terméket akarunk hazahozni, akkor hogyha minden egyes alkalommal megállnánk, felírnánk, hogy mennyi ideje van velünk ez a tárgy, hogyha lefényképeznénk a tárgyat és az embert, hát akkor egy-egy tárgyal több órát tölthetnénk. És így, akivel dolgozunk, az azt mondhatná, hogy miért adjam neked a tárgyat, hogyha le akarod fényképezni, hogyha ennyire izgat téged, akkor biztos fontos. Biztos fontos tárgy. Aztán a második ok az az, hogy amikor visszahozzák az eszközt, akkor még ugye nem néz ki olyan nagyon dicsőségesen. Sőt, egy kicsit olyan kis kopottas volt. A múzeum antropológusának, aki egyébként csak
csak a foteljában ült, neki nem csak az volt a feladata, vagy az lett volna a feladata, hogy szöveget írjon a tárgyakhoz, hanem hogy azoknak a vizualizációjával is foglalkozzon. Azt gondoljuk, hogy ez a fotó, amely egy kameruni trónról készült, ez lehet olyan fénykép, amelyet ott helyben, a terepen készítettek. Na most ilyen dolgokat látunk általában, és ugye ez analóg fotográfia, amelyet upgrade-eltek egy kis digitális effekttel. Ez egy klasszikus példája annak, hogy milyen stílust jelenít meg az adott tárgy, hogy mennyire rejtélyes lehet, hogy mennyire szép lehet. Elkezdtük ezeket az anyagokat összegyűjteni, és ezeket az igazgató által készített, volt igazgató által készített képeket összeraktuk. Na most nagyon érdekes, hogy hogyan is nyúltunk ezekhez a képekhez. Ugye ez lett a végeredmény, tehát ott van a test, és olyan, mintha az összes test egy bunkerbe lenne csak beledobva, és aztán majd a fotográfiának köszönhetően kap új jelentést. A laboratóriumon belül nem nyitott szemináriumokat, hanem zárt körű beszélgetéseket tartottunk, hogy megértsük, hogy mivel is van dolgunk. Ott vannak a bal oldalon a tárgyakról készült képek, középen pedig a férfi nemi szervekről készített képek, és jobb oldalon pedig úgymond klasszikus antropológiához kötődő fényképek. Sokat dolgoztunk ezeken a kérdéseken. Ugye nagyon nagy kérdés, és mostanában főleg nagyon érdekes, hogy ezeket megmutatjuk. Ugye ezeket körülbelül 1884 körül készítették, mondjuk osztrák misszionárusoknak voltak olyan képei 1950-es évek végén, hogy női nemi szervekről képek. Na most ezeket megmutatjuk, hát akkor ennek erőszak lehet a vége, vagy visszaadjuk azoknak, akikről a képek készültek. Ez megint csak nagy kérdés, hogy etikailag mit is kellene tenni. Nagyon érdekes, hogy ez a kép, azok a képek, amelyek a tárgyakról készítettünk, azok milyen új élettel rendelkeznek. Aztán itt van egy kiállítás. Én nagyon sok hasonló kiállítást csináltam ebben a kis múzeumban, nagyon sok hasonló kiállítást. Tehát székek és asztal van középen, a falon pedig megy egy szöveg. Itt látható egy olyan részlete a kiállításnak, ahol is, ha úgy tetszik, a remek műveket tettük. Itt van, ugye talán felismerik a trón mellett álló szemét, akiről a fényképek is készültek, de ezek az úgynevezett remek művei ennek a kiállításnak, és ezeket oda tettük. Van olyan, mintha Andy Warhol kép is lenne a falon, olyan, mintha LSD-t fogyasztottak volna azok, akik ezeket a képeket készítették, és rakták fel a falra. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a jelentés kialakítása körüli problémáról azt gondoljuk, hogy ez tudomány vagy művészet, holott igazából egyik sem. Igazából ez valami hibrid és nagyon óvatos manipulációja valamiféle kulturális megértésnek.
ez pedig egy másik már, egy másik kép, másik terem, ahol azt láthatjuk, hogy a remediáción, ezen a tanuláson, illetve orvosláson, gyógyuláson keresztül mit is teszünk. Én ezt a remediációt Parabinár filozófustól kölcsönöztem, aki Michel Foucault-hoz nagyon közel állt, és aztán egyre inkább kívülállója lett ennek a fajta antropológiának. Ő azt mondja a remediációról, most ez a szó nagyon könnyen használható manapság, pedig rendkívül komplex. Azt is jelenti, hogy valami nem működik, és erre rájövünk. Tehát benne van az orvoslás, a gyógyítás, a helyreállítás is, és azt is látjuk, hogy valamiféle orvoslási folyamat indul be ebben a remediációban. Látható, és tudjuk, hogy ott vannak a vitrinek, ugye a vitrinekbe tettük az eredetiket, és a problémás képeket pedig kivetítettük a falra. Ezek a képek pedig fekete művészeknek a műveivel voltak kiegészítve, tehát egyfajta vizuális párbeszéd volt, és a komputer képernyőjén újfajta elemzést láthattunk, egy félig ír, félig nigériai Gabriel nevű művésztől. Tehát nem lehet csak az eredeti, autentikus képeket nézni, úgy, hogy közben nem foglalkozunk a transferrel. Ez nem volt könnyű, főleg megérteni azt, hogy hogy meg lehet változtatni ebben a térben való létezést. Aztán még több tárgyat láthatunk itt a falakon, megint csak vitrinekben. Itt szerettük volna a kleptomániát megmutatni. Azt, hogy ugyanaz a vitrin, be tud fogadni többfajta tárgyat is. Gondolom egyet tudunk érteni abban, hogy ez a fehér kocka, ez olyan statikus. Ugye én a kortárs művészetből jövök, úgyhogy azt nem tudom megérteni, hogy milyen gicset látni nagyon sokszor az ilyenfajta múzeumokban. Egyébként mindjárt a végére érek az előadásomnak. Ez tehát egy Goodman gyűjtemény 80-as évekből, és ez pedig egy Peggy Booth munka, aki egy német művész, és aki a misszionárius archívumokat átnézte, és képeket rakott egymás mellé, azzal a céllal, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mit is keresünk. Hátul pedig babák láthatók, ugyanezeket a babákat, máshol is láthattuk. Szeretném itt végül elmondani, hogy valamilyen fehér poszter látható a képen. Ez egy e-mail váltás köztem és az asszisztensem, és más német múzeumok között. Van babátok? Szeretnénk megtalálni ennek a babának a testvérét, amely az 1800-es évek végén készült. És
20 német múzeum igazgatója azt mondta, hogy nem, hát nekünk másfajta van, vagy igen, és kölcsön lehet kérni. És ezt a Peggy ezt kirakta ezt a levelezést a falra, ezzel azt szerette volna megmutatni, hogy ő így kutatott. És ebben semmi káros nincs, de mégis óriási botrányt okozott. Nagyon agresszív leveleket kaptunk ezektől az igazgatóktól, mondván, hogy ezt az információt nem lett volna szabad kiadni és publikussá tenni. Aztán itt van a fekete-fehér munkáknak egy része, és a képen pedig egy leltár van, az összes a múzeumban található összes tárgynak a leltárja. Ez pedig látható, hogy ajtókat hoztak létre régebben, hogy ezek a fegyverek oda kerülhessenek. Na most ide, ez az egyetlen része a múzeumnak, ahova szenzort tettünk, hogy mondjuk apukák a fiúkkal ne vigyenek el nyilakat, vagy víjat, vagy bármi fegyvert. Aztán itt ausztrál tárgyak találhatók, amelyeket ma már biztosan nem készítenének el. A provokációm, tehát a következő lenne. Először is szükség van arra, hogy másképpen gondoljunk manapság a múzeumokra, mint terekre, és a fogyasztói társadalmat magunk mögött kell hagyni. Nem szabad, hogy ez a fajta fogyasztói társadalmiság ez megjelenjen a múzeumokban, ugyanis ez olcsó, és felhasználható idegen gyűlöletre. Véleményem szerint a múzeum tereknek, múzeumi tereknek és a múzeumi gyűjteményeknek a lényegét és a célját újra kell gondolni. Nem szabad, hogy a gyarmatosító osztályozás az fennmaradjon. Én nem vagyok igazgató, úgyhogy nem nekem kell azt mondanom, hogy több színesbőrű emberre van szükség a múzeumok igazgatásaiban, de én kurátorként azt mondom, hogy a 18. vagy a 19. században bevezetett osztályozást nem fogadom el, és azt sem, hogy ez az osztályozás még ma is él. Nem szabad, hogy a művészetet, vagy ezeket az embereket rabszolgaként mutassuk be. Ki kell őket hozni az elrejtett terekből. Hogyha valaki hozzá akar férni ezekhez a forrásokhoz, akkor hadd férjen hozzájuk. Végezetül pedig ugye az aktivisták, akik szeretnék, hogy megváltozzanak a nevek, az utcanevek, azokról se feledkezzünk meg. Azt látom, hogy az akadémikusok és az aktivisták között ott vannak a művészek, és ott vannak a hallgatók, a tanulók, akiknek ki kell emelniük, hogy mennyire fontos a hozzáférés ezekhez a forrásokhoz. Az új múzeumnak az antológiáján fontos, hogy
ne felejtsük el az építészeti metrikumokat sem, és hogy használjuk esetleg a digitális világot, és erre építkezve építsük meg a jövőnket. Ez a kulcs számomra. És egy zárópont, amikor a restitúción, és azon gondolkodunk, hogy visszaadjuk a tárgyakat, vagy visszaadjuk az eredeti jelentésüket, ne felejtsük el, hogy nagyon gyakran olyan értékrendszerben gondolkodunk, amely szorosan kapcsolódik a korábbi gyűjteményekhez, mondjuk vatikáni gyűjteményekhez, vagy gyarmatosító múzeumokhoz. Na de mi a helyzet a 20. századdal? Hol van a hiányzó modernista? Hol vannak a hiányzó elemek? Ez már egy másfajta vita felé visz minket, de az biztos, hogy a visszaadás és a restitúció az nem azt jelenti, hogy visszaadjuk a koponyákat vagy a csontokat, hanem azt, hogy fontos megnézni, hogy hogyan is épülnek fel a tárgyak, és fontos látni, hogy ezekben a gyűjteményekben beragadva ott vannak ezek a tárgyak. Nagyon köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm ezt a rendkívül érdekes és igen inspiráló prezentációkat. Mindkettőtöknek nagyon köszönöm, és az adott idő zsebdeidára reagálva szeretném megköszönni, hogy feltétel nélkül adtok inspirációt, motivációt, és nagyon remélem, hogy ez még messzebbre fog minket vinni ebben a beszélgetésben, amely most kezdődik, és amelyre 20 percünk van. Én itt van Bálint, aki Facebookon elkezdte motiválni a kedves nézőket, és bátorítani őket arra, hogy kérdezzenek. Először viszont szeretnék lehetőséget adni mindkettőtöknek, hogyha szeretnétek, hogy kommentáljátok egymásnak az előadását. És nagyon sok kommentet, kérdést begyűjtöttem, ezekből majd kiválasztunk párat. De addig is, Clementine, nem tudom, hogy szeretnél-e Gáborra reagálni esetleg, hogyha igen, akkor nyugodtan. Nagyon kíváncsi vagyok az új épületre. Tudom, hogy itt belemehetnénk egy építészeti prezentációba is, például milyen helyzet a gyűjteménnyel, hova kerülnek az épületben ezek de a gyűjtemények hova kerülnek az új épületben. Új perspektívába, az biztos. A múzeumot majd egy új állandó kiállítással fogunk megnyitni, amelyben lesz gyerekeknek szóló rész, lesz egy külön kollekció felnőtteknek, és lesznek különböző gyűjtemények. Na most, amit én nagyon fontosnak tartok, az az, hogy nagyon reflexívnek kell lenni. Tehát nagyon fontos itt ebben az új tárgy területben, nagyon fontos, hogy lássuk a tárgyakat. A gyűjteményből
indultunk, tehát hogy mi ez a, mi a gyűjtemény, mit is, mire is kellene felhasználni. Beszéltél itt lehetőségekről, az imént többfajta lehetőségről. Felmerül bennem, hogy a gyűjteményekkel mit is kellene tenni. Ugye ott vannak a régi vázá, a régi hozzáállás, de ott vannak az új hozzáállások is. Érdekes lenne megnézni, hogy az emberek mit gondolnak ezekről a gyűjteményekről. Azt látom, hogy közben van egy kérdésünk, Hanna Foster tett fel egy kérdést. Tehát ez a kérdés, ez mindkettőtöknek szól, de talán inkább Clementine-nak. Azt gondolja, hogy a néprajz, tehát gondolja, hogy a néprajzi múzeumoknak még van értelmük a 21. században. Van-e egyáltalán még szükség rájuk, vagy be kéne csukni az egészet mindenhol? Puha! Hát problémát jelentenek, az biztos a néprajzi múzeumok. És ami engem arra buzdított, hogy néprajzi múzeumokkal dolgozzak, az nem maga a néprajz kutatás, hanem az, hogy ezek a legszélsőségesebb fajta múzeumok, amelyeket az ember igazgathat. Nincs még egy olyan múzeum, amelyből úgy jönnénk ki, hogy sebet csipelünk magunkkal. Persze nem akarok bántani senkit, aki néprajzi múzeumban dolgozik, de ebben a mostani dekolonizációs időszakban én nem gondolnám, hogy ne kellene bátrabbnak lennünk. Bátrabbnak kell lennünk, és hogyha megnézzük a néprajzi kutatásokat, vagy a néprajzi múzeumokat, akkor alapvetően kettő probléma látható. Először is a tárgyak. Hova valók ezek a tárgyak, kihez tartoznak. A másik probléma pedig maga a múzeum. A múzeum, mint múzeum. Például az állandó kiállítás az önmagában, egy néprajzi állandó kiállítás, ez jelent egyáltalán valamit? Ugye az 1920-as években Karenstein vagy más történészek mondták azt, hogy mozgásra van szükség, akkor a gyűjteményeknek mozogniuk kell, vagy este, mert amikor ő a jövőről beszél, a múzeumnak a jövőjéről, ő a körforgásosságra gondol. Dolgoztam egyszer a Kijevi Nemzeti Múzeumban, egy rövid egyhetes workshopot tartottam ott, és minél többet gondoltam erre a Nemzeti Múzeumra, és minél többet gondoltam arra, hogy el kéne a gyűjteményt küldeni mondjuk Kambodzsába, akkor felmerült bennem a kérdés, hogy mi lenne, hogyha sokkal extrémebb módon küldenénk a gyűjteményeket bárhova. Azt gondolom, hogy metabolikus múzeum alatt ezt kell érteni. Tehát nem elég jó azt mondani, hogy a múzeum egy múzeum, a múzeum egy múzeum, van benne egy kávézó, van benne egy múzeumshop, van állandó kiállítás, van időszakos kiállítás, amely igazából időszakos, vagyis kísérleti. A néprajzi gyűjtemény az még inkább elgondolkodtat minket azon, hogy mit akarunk, hogyan működjenek ezek a múzeumok. Vagy hogyha ott vannak az egyetemek, amelyek köré kapuk vannak emelve, és ahova nem lehet bemenni bizonyos vizsgák nélkül, vagy hogyha ott vannak például a migráns lakosok, akik nem taníthatnak ezeken az egyetemeken, lehet, hogy megvan a saját vizuális kultúrájuk a múzeumokban, ebben az esetben vizuális egyetemekké kell, hogy váljanak ezek a múzeumok. Szerintem
Szerintem persze fontos megnézni, hogy honnan származnak a tárgyak, de érdekel engem, hogy ki gyűjtötte be ezeket a tárgyakat? Nem feltétlenül. Meddig kell még, hogy hallgassuk, hogy milyen erényekkel rendelkeznek a gyűjtők. Ez engem nem érdekel, engem az új ötletek, az új diaszporák számára releváns ötletek érdekelnek. Ugyanis egy diaszporikus világban élünk, és szeretném, hogyha az etnicitás az messze kerülne tőlünk. Etnográfia, etnicitás, szerintem nem ez a jó előremutató út, ha úgy tetszik. Tehát a válasz az az, hogy ezt a kollekciót komolyan kell venni. Igen, ezek néprajzi kollekciók, egy koloniális struktúra modellje alá szerveződtek, de néprajzi múzeum már nem létezik, és nem is létezhet. Ugye világkultúrák vannak. Ez az én érzésem. Gábor, szeretnél reagálni? Szerintem a könnyű válasz számomra az az, hogy még most is ezek a termékek ez összekapcsolhatnak népeket és embereket. Még a repatriációs problémák is összehozhatják az embereket. Hogyha mondjuk valaki kér tőlünk termékeket, és mi azt mondjuk, hogy ezeket most nem adjuk, akkor az is össze tudja hozni az embereket. Ebből is ebben az esetben előfordul, hogy összekapcsolódnak a termék, hogy összekapcsolódnak a tárgya. Még egyetlen egy tárgy is különböző, a világ különböző részeiből feltehet kérdéseket. Ez a könnyű, ez a gyors, egyszerű válasz, és akkor jön a bonyolultabb. Szerintem egy múzeum értelme az, amit mi csinálunk belőle. Tehát miért létezik múzeum? Ugye itt meg kell minden nap kérdezni magunktól ezt a kérdést. De ki kérdezi meg ezt magától? Hát mindenkinek, aki valahogy múzeumokhoz kapcsolódik, fel kell tennie a kérdést minden nap, hogy miért vannak múzeumok. Na jó, de hogyha csak 2%-át látjuk egy gyűjteménynek, akkor ennek mi értelme van? Vagy hogyha például emlékszem, volt egy olyan helyzet, hogy egy fiatal hallgató vagy diák oda jött hozzám, mutattam neki egy ugandai tárgyat, és nagyon csodálkozott rajta. Megkérdeztem tőle, hogy tudja, hogy hol van Papua-Gína, és azt mondta, hogy nem. Tehát ezeket a kultúrákat nem lehet ugyanúgy bemutatni, hogyha arra is szükség van, hogy elmagyarázzuk, hogy mi volt a történelemben, mi hogyan kapcsolódik egymáshoz. Ugye nagyobb realizációnak kell végbe mennie. És ezt nem magának, az antropológusnak kell megejtenie. Dizájnerekre, ügyvédekre van szükség, hogy megnézzük, hogy milyen transzdisziplináris jelentés létrehozásnak a tere lehet a múzeum. Amit pedig nagyon problémásnak találok, az a származási helynek a megtalálása, hogy ennyire próbálunk vissza-vissza-vissza menni olyan időkbe, amelyeket már nem is tudunk nyomon követni. Ez a régi fajta antropológiának ékes bizonyítéka. Ez historicizmust. Mert pedig szerintem innovációra van szükség, ezen tárgyak alapján újfajta innovációra. Mindegy, hogy kié a termék,
mindegy, hogy ki hozhat létre új ötleteket. Clementine már az is, hogy a jogi kérdésekről beszélünk, arról, hogy melyik tárgy kihez is tartozik, melyik tárgy kié, hogyan tudjuk a gyűjteménynek egy-egy részét visszaadni, mert ez is egyfajta nyugati meta-narratíva ezeknek a jogi kereteknek a behozatala. És közben másfajta episztemológiai aspektusokat pedig ignorálunk. Ez is rendkívül érdekes. Hogyan lehet magát ezt a keretet dekonstruálni? I mean, that's, yeah. Igen, abszolút. Szerettem volna még egy másfajta kapcsolódási pontot is látni a te előadásod és a szombati előadás között. Ugye ott hallhattunk arról, hogy strukturális tudományos ikonoplazma létezik. Ez rendkívül érdekes számomra. Ugye itt most arról beszéltél, hogy a kontextus a fertőző, nem is a tárgy, és Gábor itt a történelmi vagy meta-historikális aspektusokról beszélt, arról, hogy a Magyar Néprajzi Múzeum hogyan is épül fel, hogyan is jött létre. Ez talán nem szándékosan egyfajta ikonoklázma felé való eltolódás. Amikor is azt mondjuk, hogy igazából mindegy, hogy ez a gyűjtemény, ez ki volt, vagy milyen fehér férfi, aki gazdag volt és tudott utazni a világban. Ezt a kleptomániájukat, mint hogyha legitimizálnánk azzal, hogy a tárgyaikat a múzeumban kiállítjuk. Ez is nagyon érdekes. Ez talán már egy nagyon episztemiológikus rendszerben és módon indult el. És az is lehet, hogy radikális dologra van itt szükség. Ez inkább megérzés volt, nem is kérdés. Nem tudom elfogadni, hogy egy néprajzi múzeumnak van értéke. Azt tudom, hogy a gyűjtemények fontosak, ez rendkívül fontos. A gyűjteménynek a gyűjteményeknek a története is fontos, de azt nem tudom, hogy egy néprajzi múzeumban akarok-e időt tölteni azzal, hogy elolvasom a gyűjteménynek a történetét, kihez is tartozik a gyűjtemény. Ezt meg tudom egy képernyőn is csinálni. Mit ad a múzeum, amit nem ad az, amit a képernyőn is el tudok olvasni? A digitalizáció, ez az egyik fontos dolog. Ezek a termékek mind digitalizálva lesznek, és mind elérhetőek lesznek. Na, amit itt a fotóval is mutattam, ugye itt mutattam a képeket, mindenki tudja, hogy egy fénykép vizuálisan ugye ez megmarad, hogyha lefényképezem ezt a poharat, akkor az már nem a pohár lesz, hanem a pohárnak egy reprezentációja. Ez őrület, amikor én Frankfurtban elkezdtem dolgozni, akkor azt láttam, hogy voltak olyanok, akik a művészek felé nagyon lenézőek voltak, elutasítóak. És azt mondták, hogy mert a művész csak azért van ott, hogy művész csak azért van ott, hogy inspirációt kapjon. De az a helyzet, hogy ez nem verseny. Hogyha egy művész egy képet néz,
vagy egy művészeti alkotást, akkor ezt máshogyan fogja dekódolni, mint az antropológus. Tehát akkor mi itt a probléma? Ez nem verseny. Ez nem verseny, és egyértelmű, hogy az antropológus az nincs igazából tisztában minden aspektusával a művészetnek. Lehet, hogy a művész ott van, és azon gondolkodik, hogy a nem dokumentált ember az hogyan is oldott meg egy konkrét problémát. Nem arra gondolnak, hogy a csoport az milyen tálban eszi az ételét, vagy hogy körül vannak-e metélve, vagy nincsenek körülmetélve. Ez már az antropológusokat érdekli, ez már egy másik szakma. Nincs ok arra, hogy ez a termék, ez a tárgy, ez ne okozzon virális hatást. Sőt, ez a legfontosabb gyűjtemény, ezek a legfontosabb gyűjtemények, amelyeket gyarmatosító európaiként a magunkinek tudhatunk, és itt jön be az értelmezésnek a kérdése, és annak a kérdése, hogy az olyan polgári intézmények, mint a múzeumok, vagy az iskolák, azok milyen szerepet is töltenek be. Itt fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy egyébként minek vannak ezek a múzeumok? A vasárnapi búzsúlyoknak, hogy elmondják, hogy jó, hát ez nagyon érdekes, és hát tudják, hogy Santus Jánosról hallhattunk, Japánról, az 500 koponyáról, hát ez egész obszcén manapság már. De hogy? Mint ezek az obszcén fotók, ezekkel mit csináljunk? Ezeket visszaküldjük, vagy pont, hogy tanúskodnak erről a gyarmatosító világról, vagy egyáltalán ott vannak ugye azok a kérdések is, hogy elég a légkondi, hát ez már itt nagyon messze vagyunk már attól, hogy mi legyen a gyűjteménye. Itt már arról van szó, hogy maga a múzeum, mint épület, hogyan működjön. Az Afrikai Művész Társaság meghívott tavaly, hogy menjek Nigériába, mert 66 múzeum van, 66 állami múzeum van Nigériában, és megnéztünk egy hét alatt 10-et, és a raktárakban jártunk. Nagy vita ez. Abszolút. Azt látom, hogy közben már itt az építészeti dolgokra ugrottunk át, és az episztemológiai keretéről annak, amit mondunk a múzeumokról. Benecsum, Akropolis múzeum jutott rögtön az eszembe, amely egy radikális és nagyon, nagyon okos válasz is, amely választ ad a British Museumnak a kérdéseire, és látjuk, hogy ott már megvan a megfelelő infrastruktúra, ahol lehet ezekkel a tárgyakkal foglalkozni, és az egész múzeumnak a narratívája az teljesen más, és kulminálódik egy olyan teremben, az utolsó teremben, amely abszolút üres. Tehát itt már nem is ez az intervencióról, beavatkozásról van szó, hanem teljesen másról. Szerintem a példáid nagyon jól kiemelték a kérdésnek a lényegét, és szeretnék arra is emlékeztetni mindenkit, hogy Frazon Zsófiának még köszönetet kell mondanunk. Ő
javasolt, amit Gábor csatlakozzon hozzánk. Zsófia a Néprajzi Múzeumnak az egyik kurátora, és dolgozik is művészekkel, és hogyha jól értem, akkor vannak is ilyen felszólalási projektjei. Igen, igen, majd részt fog venni az új állandó kiállítás kidolgozásában. Így van, igen. Attól tartok, hogy lassan kifutunk az időből. Úgyhogy nagyon gyorsan csak megnézem, hogy van-e kérdés. Nagyon jó lenne, hogyha Clementin itt lehetnél velünk, és folytathatnánk a rendkívül érdekes párbeszédet, de sajnos lejárt az időnk, és ezek az események, az ilyenfajta események és új formátumát jelentik a tudás megosztásnak, és remélem, hogy hozzájárultunk a tudás megosztáshoz Gábor prezentációjával és a te prezentációddal. Nagyon köszönöm megint csak, hogy itt vagy, és köszönöm mindkettőtöknek, és köszönöm Linda és Emese munkáját, Badász Linda és Varga Emese munkáját, akik a szinkron tolmácsolást végezték, és nagyon köszönjük Ákosnak a technikai hátteret, és hálásak vagyunk a Francia Intézetnek, nagyon köszönjük, hogy támogattak minket, és a Down to Earth projektet. Hogyha minden a tervezeteknek megfelelően halad, akkor ősszel a Down to Earth őszi részén Bruno Latour lesz majd a vendégünk, és amit itt fölöttünk lehet olvasni, ugye levegőt, ez azt is jelenti, hogy szeretnénk már a régi életünket visszakapni, a régi légkört is, nem csak a levegőt, és remélem, hogy ezzel ma este egy kicsit ezt meg tudtuk tenni, itt, ha csak metaforikus módon is. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, Clementin. Nagyon köszönöm Zsolt, köszönöm Bálint, köszönöm Gábor, köszönöm mindenkinek, nagyon köszönöm a meghívást. Mit lehet, remélem, még találkozunk.